A súlya 3,5 tonna, három elemet építünk össze, és így fogjuk megkapni a 30 kilométeres fesztávot. Az acélszerkezeteket gyártó nyíregyházi cég tulajdonosa éppen azt mutatja, milyen elemek tartják majd a megújult művelődési központ tetejét. A régi íves szerkezet átalakul, egyenes tartó elemeket épít be a kivitelező, így megnövelik a belmagasságot. Ezzel fogjuk kiváltani, ezzel a tartószerkezettel fogjuk kiváltani majd a klasszikusan a két pilón között, ugye azt a durván belógó, becsüngő tetőszerkezetet, azt majd el fogjuk bontani, ezzel megemeljük, így bent a házon belül lesz egy 12 méteres belmagasság, mondjuk a mostani 6 méteres belmagasság helyett. Ez egy előírás volt a pályázatban, hogy 12 méteres belmagasságot kell, hogy tartsunk a multifunkcionális térben. Az új tetőszerkezet úgy néz ki, mintha egy hídhoz készülne. Eddig 26 tonna acélt használtak fel a különböző darabokhoz, és durván 50 millió forintba került az elkészítésük. A jövő hét elején ezeket az elemeket a Szabadság térre szállítják, összecsavarozzák, és egy daru segítségével látványos munkálatok során a végleges helyükre teszik. De 2 hete dolgozunk rajta, a műhelyben 20 munkatársan végzi a gyártást. Hétfőn éjszaka fogjuk a helyszínen az előszerelést elvégezni, és kedden egy darab 160 tonnás daruval emeljük a helyszínre a főtartó elemeket. Az Agora program munkálatait ütemszerűen végzi a kivitelező. Eddig komolyabb fennakadás nem volt a felújítás során. A tervek szerint a megújult művelődési ház őszre készülhet el.